Csövár Jánosra, Várpalota díszpolgárára emlékezve fát ültetett Várpalota város önkormányzata az elmúlt csütörtök délután a Tézsidombon, a volt Békeétterem előtti parkban. Az eseményen a megjelentek kötetlen beszélgetés formájában anekdotázva emlékeztek meg az egykori városvezetőről. Csövár János 1986 és 1990 között tanácselnökként újat alkotott, amire kevesen voltak képesek, hiszen egyetlen egy ciklus alatt épült fel a városi sportcsarnok, a kórház, a zeneiskola és a buszpályaudvar is, hangsúlyozta Campanari Talabér Márta polgármester az egykori városvezetőnek emléket állító faültetésen. Az eseményen megjelent családtagok, egykori kollégák és barátok számtalan anekdotát elevenítettek fel Csővári Jánosról, amelyekben közvetlen, jó humorú emberként emlékeztek rá. Én megismerhettem úgy, mint tanácselnök, és utána, mint képviselő, viszont egy politikai oldalon ültünk annak idején. Hát Jánosról rengeteg anekdotát tudnék elmondani, illetve hát talán amit ki lehetne emelni, hogy ugye a nevéhez fűződik az új kórházi épület megépítése, ez a B-épületként számon tartott kórházi épület, és talán még a habitusára annyi is jellemző, hogy mivel a kórházhoz abban az időben sem volt elegendő forrása a városnak, a pártházat eladta annak idején, és ebből sikerült egyébként befejezni a kórháznak az épületét. Mint képviselő egyébként nagyon jól együtt lehetett velem dolgozni. Mindig a megoldásokat kereste, a konfliktus helyzetekben általában ő volt az, aki megpróbálta felek között egyébként egyeztetni, és mindig valamilyen megoldást sikerült azért neki találni. Csövári János az önkormányzat kulturális bizottságának elnökeként szívén viselte az oktatás ügyét, de többek között a Várpalotai Könyvtárpártoló Alapítvány, a Várpalotai Bányás Sportkör és a Magyar Pán-Európa Unió felügyelő bizottságának elnökeként is dolgozott. Az eseményen egy vörös juharfát ültettek el az egykori városvezető és díszpolgár emlékére.